Kérem, hogy ünnepségünk elején énekeljük őt. Tiszteltek vegyültek, jó hely ez a megemlékezés hely. 120 évvel ezelőtt, 1902. szeptemberében ezen a helyen várt a kórház közönsége, Vaszary Kolozs bíborost, aki megállította ezt a kórházat, ezzel indult a kórházunk 120 évvel ezelőtt. Jó hely ez a megemlékezés hely, hisz 56 évvel ezelőtt, ezen a napon, néhány órával ezelőtt, déli órákban békésen telt az élet a kórházban, amikor az emeleti részeletén a teherautó érkezett a kapuk keresztül, és a platóján sebesültek voltak. Amikor ezt észrevették a kórház dolgozói, egy emberként kezdtek el segíteni, és ez az emléktábla, amit évről évre megkoszorozunk, ennek a történésnek az emlékét idézi. Emlékezünk azokra a kollégáinkra, akik nem hősök voltak, hanem tették a dolgokat. Azokra az orvosokra, nővérekre, mentősökre, akik egy emberként kiálltak a sebesültek ápolása és gyógyítása mellett. Jó hely ez az emlékezésre, és 19 évvel ezelőtt itt egy nagy tömeg volt, akkor leplezték ezt az emléktáblát, és az ajtóig nem lehetett látni, olyan tömeg állt itt. Államtitkári szinten képviseltette magát a kormány, Füzesi Tibor volt itt, és ő tartott ünnepi beszédet is. Azóta évről évre összejövünk, szomorúan kell látni, hogy egyre kisebb létszámra, és próbálunk emlékezni azokra a kollégákra, kolléganőkre, akik tették a dolgokat. Visszatekintve erre a 19 évre, amikor errefele sétáltam az ünnepségre, próbáltam összeszedni egyfajta névsort, és a beszédem lényege tulajdonképpen egyfajta névsorolvasás. Szomorúan kell mondanom, hogy a névsorban senki sem fog igent mondani, akik az eszembe jutottak itt az elmúlt 19 év kapcsán, és az 56-os eseményekre emlékezve már nincsenek az élők sorában. Áprili Ferenc, aki katonaorvos volt és a lazarett épületében állomásozott akkor. Lazarett épülete az talán a
az idősebbek tudják nyilvánvalóan, és a fiatalabbok nem. Most a helyén egy modern épület áll, egyszer talán majd valaki megírja a Lazaret épületét, majd talán annak az új épületnek a történetét is. Ábrei Ferenc mindent ott hagyva jött segíteni, amikor megpagyolta a Sebesikon érkezését. Bádi István, akiről kevesen tudják, hogy a pályafutását itt kezdte a kórházban gondnokként. Egy fél évet volt itt gondnok, és utána karrierje messze szállt, és Esztergom polgármestere lett. 56-ban pedig a Nemzeti Halak Tanács elnöke is. Hál' Istennek volt alkalmam megismerni Pista bácsit még, és az ő könyve a Bazilika árnyékában most egy alapmű, az 56-os emlékből is. Belánszky László, aki 1993-tól, amíg egészsége engedte, itt állt a sorba, botra támaszkodva, de minden alkalommal itt volt ezen az ünnepségen. Laci bácsi tavaly ment el, Esztergom díszpolgára volt, ugyanúgy, mint Bádi Pista bácsi. Élettörténete szorosan összefügg az 56-os eseményekkel, emléket tisztelettel kell megjegyezni. Csernovszki Vilmos, még egy esztergomi díszpolgár, aki pályafutásának egy részét itt töltötte, egy rövid részét, rövid ideig a sebészet osztályvezetője is volt, és 56-os élményeit a Pályán emlékezete című könyvben leírta. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, számos régi esztergomi ismert személyiséget örökített meg, és teljesen leíró módon hitelesen emlékezett vissza az 56-os eseményekre. Darabos László. 56-ban ő volt a legnagyobb képesítéssel rendelkező tanár, egyetemi magántanár volt, a bőrgyógyászat vezetője, és tudni kell róla, hogy a későbbi megtorlások kapcsán az egész orvosi karban ő kapta a legnagyobb pofonokat, neki kellett elmenni Esztergomból. Borzasztó érdekes lenne, hogyha megjelenhetne, illetve az írása várat magára. Nekem volt szerencsém Laci bácsival, hogy beszélgetni halál előtt. Valamit kéne az a könyvvel rehabilitálni őt. Erdélyi István, aki akkor a sebészet orvosa volt, és a főorvosa, agyorvosa volt főorvosi rangban, és az egyik sebészeti gyűjtőben operált. Főnöke Oravec István, aki sebészet osztályvezetője volt, másik gyűjtőben látta el a betegeket és a sérülteket. Bohos Iván. Bohos Ivánra különösképpen kell emlékeznem, hogy szakmai elődöm volt, a pulmonológiát, a tüdőgyógyászatot tőle tanultam. Ő Ábrei Ferenccel együtt katonaorvos volt akkor, és hihetett ide, hogy segítsen. Csika Gábor, aki rövid ideig kórházigazgató volt, és abban az időben, 56. októberében medikus volt még, és véletlenül tartózkodott a városban, de ahogy megtudta, hogy segíteni kell, és szükségletező tudására itt volt. Rajner János, mindenki által népszerű és ismert Muki bácsi. Kevesen tudják, hogy miért Muki bácsi. Az ő védőszentje Nepomuki Szent János volt, és így ragadt rá Nepomukiból a Muki bácsi. Minden visszaemlékezés Muki bácsiként emlegeti. Ő részt vett a kórházi munkástanás életében is, de ha beletetszenek gondolni, nagyon kevesen merték akkor megcsinálni, amikor például az ő osztályára felgyógyász osztályozott a főorvosok, és Darabos László, hogy ne vigyék el 57-be, befeküdt az osztályra, és itt megjelent a hatóság az, hogy elviszi Darabos Lászlót, Rajnál János viszont kiállt, és azt mondta, hogy az ő osztályról nem vihetnek el beteget. Ha csak ennyit tett volna Rajnál János egész életében, akkor is tiszteltek kell emlékezni rá, de ennél sokkal többet is tett, és egész életünkben az esztergom betegeket gyógyította. Én azt remélem, hogy a tízesnél sorból senkit nem mondtam ki. Nyilván nagyon sokan vannak, akik itt tették a dolgukat. A mentőszolgálat dolgozói, akikről egyet tudok csak említeni, és szerint Pásztor Ivánt, aki ma
helyiség jó egészségnek örül, és az ő kollégáival együtt a gyasztatói sérültek ellátásában tevékenyen részt vett. Rájuk emlékezzünk minden évben, így most is, szomorúan kell tapasztalnom, hogy egyre kevesebb számra. Ha mi egészségügyi dolgozók, azt szeretnénk, hogy visszatérjen az a szakmai és emberi megbecsülésünk, amit hiányolunk a társadalom és a gesztelőm részéről is. Elsősorban abba kéne elgondolkodnunk, hogy vajon mi megbecsüljük-e például a munkánkat, megbecsüljük-e azokat a kollégákat, akik előttünk jártak. Vajon hogy fognak minket megbecsülni később korunk emberei, ami nem tudunk visszanézni. Nem tudunk visszanézni, nem biztos, hogy tudjuk az utat, hogy merre kell. Én azt gondolom, hogy meg kell köszönnöm azoknak, akik eljöttek most, meg kell köszönnöm azoknak a kollégáimnak a munkáját, akik most is betegellátást végeznek a kórházban, számosan vannak. Meg kell köszönöm azoknak a munkáját is, akik nem itt a kórházban, hanem máshol, bárhol a városról, a városon túl most is a betegeket látják el. Biztos, hogy vannak olyanok, akiknek itt kellett volna lenniük ezen a megemlékezzen és a megemlékezésen és az elődeinket megbecsülni. Akinek nem maradt ideje erre, talán elgondolkodik, vagy nem is, akkor nézi tovább az X-Factor. Én azt gondolom, hogy ezekkel a gondolatokkal szerettem volna emlékezni 56 Vasarikovics kórház hőseire, mert hősek voltak ezek a kollégák. Ez nem nagy politika, ez a helyi kis politika, rájuk emlékeztünk volna. A nagy politika az majd a sötét kapokon lesz. Én azt gondolom, hogy köszönöm, hogy eljöttek. És ezt a két koszorút, amit ilyenkor mindig az emlék táblára elhelyezünk, helyezzük el. Megkívánom a polgármester asszonytól, a városnak nehezen köszönöm. A Vasarikovics kórház nevében pedig Dénesi Mária főorvosnőt kérném meg a köszönjelhetést. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, és befejezésül